Sziasztok! Pár évvel ezelőtt kerestem a neten megelőzés céljából a női hormonokra ható természetes növényeket. Fontos volt számomra, hogy majd, amikor a változókorba érek, akkor a változókor tüneteit természetes módon tudjam kezelni. Találtam is jó pár növényt, az egyik ilyen volt a maka, és nagyon megörültem, mert a DXN termék kínálatában már akkor is kapható volt a DXN maka EU kávéja, és én azonnal lecseréltem a 3-1-ben kávét, és azóta is a maka kávét iszom. De mi is ez a maka? A maka egy gyökérzöldség, amely a retekkel tartozik egy családba. Összetett tápanyagai miatt szuperélelmiszernek is hívják, gazdag aminósavakban, eszenciális zsírsavakban, vitaminokban, nyomelemekben. Fő hatóanyagai a fitoszteroidok csoportjába tartozik, és hát a teljes hormonrendszert optimalizálja. És óriási tapasztalat volt, hogy amikor jöttek a hormonok szunnyadása, a kávé, illetve a később hozzáadott kordicepsszel tökéletesen megugrottam ezt az időszakot.